Ősszel sem ér véget a művészeti kavalkád Máté szakán, ami augusztus végén a fényes napokkal, majd a Tony Curtis Nemzetközi Filmfesztivállal elkezdődött, most a Szatmári Múzeum képzelem című kiállításával folytatódik. A Korsut utca történelmi negyedében havonta nyílnak új kiállítások. A mai alkalommal két kiváló művésztek egy szobrásznak és egy festőművésznek a kiállítását nyitjuk. Pogány Gábor munkásidős szobrászművész, országos hírű szobrászművésznek a kiállítása, amely a kis plastikáit mutatja be a mai alkalommal, hiszen ezek a szobrok, amelyeket ki vannak állítva, a maketjei, ezek mind-mind nagy eredeti formában az ország különböző részein megvalósultak eredeti méretben és aki másik kiállítónk pedig Posta Máté, aki egy kiváló festőművész, egyetemi tanár, ugyanígy, mint Pogány Gábor is a Nyíregyházi Egyetemnek, a, Nép a, a, művészeti intézetének a tanárai. A szakmai és művészeti összetartozást fokozta, hogy a megnyitót a képzőművészet más képviselői is megtisztelték jelenlétükkel. A kiállítást Tóth Lévia textilművész nyitotta meg. Az alkotások ugyan más-más világot tükröznek, de kiegészítik egymást. A tárlaton a térplasztika és a kétdimenziós világ találkozik. Más a, a plastika, amikor térben látjuk ezeket az alkotásokat, körbejárató egy szobor, három dimenzióban jelenik meg, míg pedig a, a festészetben, ugye két dimenzióban. Két dimenzióban jelennek meg, és a mai alkalommal Postamáti alkotásai Velencének egy pici részletét, hiperrealista tírusban alkotja és hozza létre azt, azt a ritmust, azt a formát, azt a kiragadott formát, tehát nem a klasszikusokat nem akarja a gondoláknak a világát tükrözni, hanem egy pici részletben mutatja meg az egészet. Ugye az aranymesszés szabályai szerint, hogy a kicsi úgy jelenik a nagyhoz, mint a nagy az egészhez. És az egész királytás nagy monumentális képeivel erről szólnak. A kiállítás november 12-ig látható. Ezt követően Mártonnapi rendezvényre várják az érdeklődőket, amit filmművészek alkotásai nyitnak meg.